A Mi Hazánk mozgalom álláspontja az, hogy nem elég, hogyha csak felületesen, a közéletben, úgy általánosságban szó van arról, hogy nem működik megfelelően a MÁV. Mi már korábban is letettünk javaslatokat az asztalra, és folytatjuk ezt, és úgy látjuk, hogy kétfelé kell bontani a MÁV helyzetelemzését. Egyrészt nyilván van neki egy munkaügyi oldala, amely a vasutas dolgozók helyzetét érinti, és van neki egy közlekedésügyi oldala is, amely nyilván az utasok oldalát érinti. Én, mint a munkaügyi kabinet vezetője, a munkaügyi oldaláról fogom megragadni, és majd utánam Drimál Tibor, a Mi Hazánk közlekedésügyi kabinetjének elnöke fogja elmondani a közlekedésügyi vonzatát a MÁV helyzetének. Na most ugye hallottuk az elmúlt hetekben, hogy a MÁV egyes járatokon bevezeti a kalauz nélküli járatokat. Ez egyébként néhány vonalon, nem is néhány, nagyon sok vonalon komoly közbiztonsági kockázatot is okoz, amikor is társadalomból kiilleszkedett antiszociális elemek szabályosan rettegésben, terrorban tartják a tisztességes utazó magyarokat. Ilyen esetekben a Mi Hazánk mozgalom komoly biztonsági szolgálatot szeretne, akár rendőri jelenlétet, és ami nagyon fontos, ne csak egy enyhe pénzbírság járjon nekik, hanem komoly büntetés, olyan büntetés, aminek folytán elmegy a kedvük attól, hogy a tisztességes utasokat bántalmazzák. Na most ezen túlmenően ugye a kalauz nélküli járatok mögött azt kell látnunk, hogy óriási a létszámhiány, és ezért vezette be a MÁV. Ez nyilván a leterheltségből fakad, a leterheltség a munkaerőhiányból, és végső soron itt is a munkaerőhiány a gyenge fizetésekből fakad, de a Mi Hazánk szerint nem ez a jó irány, hanem átszervezésekkel lehetne ezt megoldani. Például a balatoni vonalakon a szezonális munkaerő bevonásával meg lehetett ezt oldani, de úgy unblock béremelésekre lenne szükség, hogy ne elvándoroljanak a kalauzok, már csak azért is, mert a kalauzok, a jegyvizsgálók rendkívül komplex feladatot látnak el, nem csak annyi a dolguk, hogy a jegyeket ellenőrzik, nagyon összetett adminisztratív, operatív feladatok is rájuk hárulnak. Például, hogy egyet mondjak, nekik kell ellenőrizni, hogy minden utas felszállt-e biztonsággal a vagonokra. Na most, hogyha nem lesznek kalauzok, akkor ez a mozdonyvezetőkre hárul. Nyilván, hogy a mozdonyvezetők elsősorban az utazás biztonságáért felelnek, és ezért cserébe csak egy, mint egy nagyon nevetséges 1500 forintot pluszban kapnak, ami elképesztő, és ilyenkor ki kell szállniuk a mozdonyból, meg kell nézni, hogy felszállt-e minden utas. Ez semmiféleképpen sem jó irány. Ne terheljük tovább a mozdonyvezetőket sem, mert itt is akkor elindulhat egy elvándorlás. Sokkal inkább azt kellene nézni, hogy a MÁV vezetésében a sokmilliós ilyen-olyan prémiumok vagy egyéb juttatások, amelyeket a felső vezetők egymás között kiosztanak, azok tényleg jó helyre mennek-e? Vagy tényleg megérdemlik-e ezek a vezetők, hogy olyan jól működik-e a MÁV? Szerintünk nagyon nem, tehát ezeket kellene átgondolni, ezeket a forrásokat felszabadítani, és olyan helyre juttatni, ami tényleg a MÁV jó működését tudja elősegíteni. Ezek volnának Dióhéjban a munkaügyi vonzatai jelen pillanatban, nyilván elő fogunk még állni ilyen javaslatokkal, most pedig átadnám a szót Tibornak, aki bemutatja, hogy közlekedésügyileg is hogyan áll a MÁV, és mik erre a Mi Hazánk mozgalom javaslatai. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és akkor most jön Tibor. A MÁV helyzetét mindenki ismeri, műszaki szempontból is eléggé lepukkant járműparkról beszélünk. Nagyon sok műszaki problémánk van, a vágányok is rossz állapotban vannak, és ennek tetejében a kalauzokat is szeretnék leszedni a vonatokról. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a vonaton a kalauz az, aki az ügyfélkapcsolati személy a vasúttársaság és az utasok között. A kalauzok nélkül az utazás biztonsága, ahogy János is elmondta, jelentős mértékben romlik, hiszen a mozdonyvezetőnek a vonat vezetésére kell figyelnie, a közlekedés biztonságára kell figyelnie, nem tud a nyílt pályán megállni, hogyha esetleg valami probléma van az utastérben, tehát ő csak egy állomáson tud intézkedni legközelebb, ez alatt pedig az utastérben nagyon sok minden tud történni. A kalauzok hiánya növeli a blitzelők, a zsebtolvajok és egyéb deviáns személyek jelenlétét az utastérben, ami szintén okoz közlekedésbiztonsági kockázatokat, amit szintén nem lehet a mozdonyvezetők terhére róni. A mozdonyvezetőnek kizárólag a vasút vezetésére, a vonat vezetésére kellene koncentrálnia, hiszen több száz utas életéért felel.
Most, hogyha őket tovább terheljük még utas ellátási feladatokkal is, akkor ez szintén egy közlekedésbiztonsági kockázat, a balesetek kockázatát növeli. A mozdonyvezető képtelen lenne egyedül mind a műszaki feladatok, mind a járművezetői feladatok, mind az utas kapcsolati feladatok ellátására. A kalauzok a vonatok indításában is komoly szerepet játszanak. Egy íves állomáson például a mozdonyvezető csak úgy tudná megnézni egy hosszabb szerelvényben, hogy a hátsó ajtóknál az utasok felszálltak-e, hogy kiszáll a vezetőfülkéből, elsétál annyira a vonattól, hogy lássa a vonat hátsó részét, majd pedig vissza kell ülnie a vezetőfülkébe, üzembe helyezni újra a vonatot és elindulni. Ez alatt nagyon sok minden történhet a vonat hátuljában, másrészt pedig szintén késéseket is okozhat, ami pedig ugye tudjuk, hogy a MÁV-nál a késés az egy jelenleg már megszokott dolog. A kalauzok aktívan részt vesznek a műszaki problémák megoldásában, a vészhelyzetek kezelésében, egy esetleges műszaki probléma esetén, felső vezeték szakadás esetén is ők azok, akik hamarabb tudják értesíteni a hatóságokat, amíg a mozdonyvezetőnek ez szintén plusz időbe és plusz feladatokba telne. Mindezek olyan az utazás jelenleg sem túl magas színvonalát nagymértékben rontó problémákat vetnek föl, amiért a Mi Hazánk mozgalom tiltakozik a kalauzok megszüntetése ellen a vonatokon.